Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Farkas Aténa vagyok. Mai műsorunkban szó lesz az influenzáról és a védőoltásról. Beszámolunk arról is, hogyan támogatja a magyar kormány a Szabadkai Avilai Center és Székesegyház állapotromlásának megállítását. Beszélgetünk arról, milyen gyakornoknak lenni Deli Andor európai parlamenti képviselőnél. Nem enyhül a migrációs nyomás Magyar Kanizsán és környékén, illetve a kóborkutyák megmentéséről is többet megtudhatnak mai műsorunkban. 7 óra után a születésnapját ünneplő Aktív Kids sportegyesületről lesz szó, az első palicsi versfesztiválról, valamint a hagyományok téli fesztiváljáról. Tartsanak velünk! Megjelent az influenza Szerbiában, olvasható a Batut Közegészségügyi Intézet honlapján. Az első fertőzést egy torok- és orrtörletvizsgálat igazolta. Októberben érkeztek Szerbiába az influenza elleni védőoltások. Ebben az évben az állam 290.400 adagot vásárolt, vagyis 50.000-rel többet, mint az előző idényben. Magyar Kanizsa községben nőtt az influenza elleni védőoltás iránti érdeklődők száma. Itt az oltások 95%-át az idősek, az egészségügyi dolgozók és a krónikus betegségben szenvedők veszik fel. A magyar kanizsai helyzetkép után Nebojsa Bohucki járványügyi szakember nyilatkozik, akivel a beszélgetést tegnap rögzítettük. A hideg téli időnek köszönhetően az illetékesek szerint Magyar Kanizsa községben még nincs jelen az influenza vírus. A rendelőkben is csak páran várakoztak, köztük László Valéria, aki jobban szeret természetes úton védekezni az influenza ellen. Szoktam kúrálni magam. No. Mivel? Tejával, propolis, kis szoktam a patikába venni azokat a porokat, akkor leizzadunk, szóval ilyen nekem, ilyen házi dolgokat, méz, fokhagyma, vöröshagyma, teja, ilyenek. És az influenzáról beszélgetünk, említette, hogy nem vette fel a védőoltást. Miért nem veszik fel, mit gondol? Sose szoktam. Nem szoktam orvoson se nagyon járni, úgyhogy hálá Istennek, kikúráljuk magunkat. Sokan vannak így ezzel, és sokan nem is tudják, hogy influenzásak. Legtöbbször csak megfázásnak titulálják a betegséget. Az influenza cseppfertőzéssel vagy közvetlen érintkezés útján terjed az emberek között. Fő tünetei a hirtelen láz, izomfájdalom, gyengeség, később pedig a száraz köhögés. Szabó Veronika korábban már beoltatta magát a vírus ellen, idén azonban nem vette fel a védőoltást. Az influenza elleni védőoltásra én nekem negatív véleményem van, mert egy időben, mikor fölvettem, én nagyon csúnyájú elkaptam az influenzát, és állítólag az véget, mert egy vírus, két vírus, az egyiket elnyomták, a másikat meg gyógyították, talán az véget volt az, de és akkor azóta én nem is veszem föl. Hogyan szoktak védekezni ellene? Teja, gyümölcs és méz. Mi meg lehet oldani úgy is, én úgy gondolom. Megelőzésképpen? És amikor már betegek, akkor? Hát akkor elmegyünk a gyógyszertárba, és akkor ott kapunk valamit. Azt beszedjük, és aztán rendben vagyunk. Ennek ellenére a betegség elleni védőoltást idén a községben többen vették fel, mint a korábbi években. A most beadható úgynevezett Vaxigrip Tetra egy újonnan kifejlesztett védőoltás. Szerbiában is először alkalmazták. Gyulai Karolina, a Magyar Kanizsai Egészségház igazgatója szerint ez hatásosabb, mint a korábbi években beadott védőoltások. 4 vírus törzs ellen ad védelmet, és az immunrendszer kialakulása szükséges kb. 2-3 hét, hogy az antitestek kialakuljanak és teljes védelmet nyújtsanak. Tudni kell, hogy eddig az igényelt vakcinák mennyisége mindig az előbbi éveknek a fogyasztása, illetve szükséglete szerint alakult. Idén is ugyanígy történt, azzal, hogy a törvény kötelezett minden egészségügyi alkalmazottat, hogy felvegye ezt a védőoltást, így egy kicsit többet is igényeltünk. 1024 védőoltás érkezett Magyar Kanizsa községbe, amiből 28%-kal elment ugye az egészségügyi dolgozókra, mint a fürdőben, mint az egészségházban, mint az idősek otthonába és annak használóira. 739 darab a lakosság számára volt előrelátva,
ami eleve már több volt, mint az előző évek igénylése, és nagy meglepetésünkre nem elengedő a mennyiség. Nagy érdeklődéssel fordult a lakosság ez a védőoltás felé. Előnyben vannak a 65 év feletti lakosok, illetve a krónikus betegek, különösen az influenza függő cukorbetegségben szenvedők, és nagy meglepetésünkre magánvállalatok is elkezdtek ankétákat, illetve felméréseket csinálni saját vállalatukban, és igénylik a saját alkalmazottaiknak nagyon mennyiségben ezt a védőoltást, hogy megelőzzék a gripa elleni megbetegedést. Sajnos nem elegendő most már ez a mennyiség, amink van, el is fogyott, tehát Magyar Kanizsai Községben most jelenleg már védőoltást nem tudunk adni. A szezonja a védőoltásnak októbertől márciusig van. A Magyar Kanizsai Egészségház a nagy érdeklődésre való tekintettel kérelmezte az illetékes közegészségügyi intézetnél, hogy legalább még 100 darab influenza elleni védőoltást biztosítsanak a polgároknak, amely igénylés után teljesen ingyen felvehető lesz a választott orvosnál. Van-e védőoltás elegendő itt a környékünkön? Ugye arról szóltak a hírek, hogy megérkeztek a védőoltások. Mekkora százalékban sikerült ezeket felhasználni? Idén Észak-Bácskai körzetbe érkezett 7300 influenza elleni védőoltás, konkrét Vaxigrip tetra. Az a szó tetra jelent, hogy ez a védőoltás négy valens, vagyis a négy különböző kórokozó ellen véd. Mikor beszélünk influenzáról, akkor egy területen, egy időben bír lenni négy influenza vírus aktív egy időben. Konkrét influenza A H1N1, H3N2 és B szerotípus. Tehát ez a legjobb védoltás, amit először használjunk Szerbiában. Ez a mennyiség relatív megfelelő. Tehát ha nézzünk, hogy eddig, tehát a múltban érkezett körülbelül 5000 dózis, ez a 7300 persze több, de mindig lehet több dózis is, hogy érkezzen, mert persze itt él körülbelül 180 ezer ember. Tehát ez szempontból nem elég. Egyébként van még szabad vakcina, amit fel lehet venni? Hát alig-alig. Ha nézzünk aktuális adatokat, akkor, tehát ha beszélünk erről a három községről, akkor még lehet találni védoltásokat, de alig-alig. Mondjuk rá Kishegyesen van néhány dózis Tapolyán, Szabadkán is van, de körülbelül 100-150 dózis. Aki érdeklődne és még felvenné, hova fordulhat ilyenkor? Hát általános orvoshoz, tehát rendelőbe, egészségház ebbe foglalkozik, tehát közegészségügyi intézet csak koordinál ezt a kampányt, de konkrét általános orvosok szoktunk beadni, és ott kell fordulni, nem kell semmi beutaló, csak érvényes, tehát könyvecske, betegkönyvecske, ha legyen. Hatásos lehet még, ha ilyenkor vesszük fel a védőoltást? Igen, tehát influenza vírus alig aktív, de ha lenne aktív is, vagy ha beszélünk valamilyen járványról is, tehát ekkor se késő felvenni. Tehát mindig jó felvenni egy védőoltást, de muszáj tudni, hogy csak 2-3 hét után lesznek a vérbe a megfelelő mennyiségben antitestek. Tehát ha valaki szeretne felvenni, most lenne ideális. Ki az, aki felveheti egyébként, illetve ki az, akinek nem javasolt? Mindenki, aki idősebb, mint 65 év, neki jó lenne felvenni influenza elleni védőoltást, mert ha ember idősebb, akkor neki bármilyen fertőző betegség bír lenni súlyosabb. Influenza egyáltalán nem enyhe betegség, nem megfázás, nátha, hanem egy konkrét fertőző betegség, és itt bír lenni sok szövődmény, tehát komplikáció, elsősorban a tüdőgyulladás. Tehát bárki, aki idősebb, mint 65 év, neki jó lenne minden évben, októberben, novemberben vagy decemberben felvenni influenza elleni védőoltást, de persze, ha valaki fiatalabb is, a minimum fél év, tehát 6 hónaptól, de neki, ha van valamilyen krónikus betegség, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, mondjuk rá, ha valaki állapotos, tehát várandó kismamákra, ha beszélünk, nekik is jó felvenni ez a védőoltást. Ez nem élő,
hanem inaktivált, tehát előtt védőoltásról beszélünk, tehát nem bír lenni káros a magzatra, de persze, ha valaki terhes, neki is bármilyen fertőző betegség bír lenni sokkal súlyabb, így influenza is. Akkor, ha valaki túl súlyos személyeknek is jó felvenni influenza elleni védőoltás, ez így tovább. De ha beszélünk arról, kinek nem jó felvenni, vagy bír lenni veszélyes, csak akkor, ha valaki már egyszer felvette influenza elleni védőoltás, és neki volt súlyos allergiás reakció. De ez nagyon ritka. Ezt egyébként minden évben fel kell venni, vagy milyen hosszú védettséget biztosít egy-egy oltás? Igen, influenza egy olyan kórokozó, ahol a vírusok állandóan mutálnak. Tehát minden évben vannak újok és újok szerotípusok. Éppen azért is minden évben kell felvenni újabb és újabb védoltást. Tehát hiába valaki egyszer felvette, vagy volt influenzás, tehát természeti módon nekik vannak antitestek, de már jövő évre lesz újabb influenza vírus, ami mutált. Éppen azért is jó felvenni minden évben influenza elleni védőoltást. És ilyenkor, ha mutálódik maga a vírus, akkor az ellenanyag is változik? Mikor beszélünk influenza elleni védőoltásokról, akkor minden februárban az Egészségügyi Világszervezet van egy ülés, mikor szakértők jönnek egész világról, és akkor már februárban beszélnek, milyen összetétel, hogy legyen egy védőoltásnak. Mert muszáj megcsinálni azt a védőoltás időre, hogy szeptemberben már legyen kész ez a termék, és akkor lassan már októberben, hogy lehet felvenni ezt a védőoltást. Tehát ez nagyon komplikált dolog, de több mint 40 éve így működik, és eddig nem volt sose valami hiba. Tehát mindig volt a megfelelő védőoltás, a három valens, amit eddig használtunk, nem volt éppen nagyon jó, mert egy időben bír lenni 4 vírus aktív, ahogy már mondtam. Tehát ez a 4 valens eddig legjobb védőoltás, amit bír szerezni egy ország, így Szerbia is. Mennyibe kerül a védőoltás egyébként? Körülbelül 1000 dinár, tehát ez nagyon relatív. 10 euró kb. Így szoktunk mondani, de persze, akinek vannak indikációk, neki teljesen ingyen. Tavaly nem volt Szerbiában influenza járványa. Az idei évre mi a prognózis esetleg, mik a várakozások? Amikor beszélünk influenzáról, akkor majdnem első kérdés lesz-e járvány vagy nem. De ez relatív dolog. Egy területen, egy héten bír lenni mondjuk rá 10 000 beteg, vagy 20 000 beteg, mondjuk rá, ha nézzünk egész Szerbiát, és itt él körülbelül 7 millió ember. Tehát ez 10 vagy 20 ezer ember sok, de még nem beszélünk járványról. Ez nem egy abszolút szám, fontos abszolút szám, de nézzünk picikét, milyen a, tehát több adatokat kell nézni, milyen az aktuális epidemiológiai helyzet a másik országokban, egész kontinensen, akkor kik ezek a betegek? Gyerekek, felnőttek, idősek, vagy mind a három csoport, és így tovább. Tehát nagyon komplikált dolog. Lesz-e járvány vagy nem, nem tudunk, de mikor van, akkor mi epidemiológusok regisztráljunk ezt. És tudunk, hogy mindig Szerbiában szokott lenni februárban, ha beszélünk járványról. Tehát konkrét lesz-e vagy nem, nem tudunk, de éppen azért is jó időre felvenni védőoltást. Miért februárra várják mindig ezt a tetőzést? Tetőzés bírna lenni hamarabb is, mondjuk rá decemberben. De érdekes, hogy mikor jön a iskolaszünet, akkor a gyerekek nem mennek iskolába, és akkor csak az a gyerek, aki súlyosabb beteg, fordul orvoshoz. Aki enyhébb marad otthon. És akkor automatikusan, tehát itt nagyon érdekes ez a szociológiai szempontból, de mikor megint elindul a iskola, január közepén, nálunk Szerbiában, akkor lassan tetőzik a betegek száma. És éppen azért is mindig februárban, de mondjuk rá, ha nézzünk nyugodt európai országokban, itt szokott lenni inkább december végén vagy januárban influenza járvány. Milyen tünetekre kell odafigyelni, illetve van-e lappangási idő, amikor már gyaníthatjuk, hogy akár influenzával lehetünk fertőzöttek? Igen, influenza érdekes betegség, lappangási idő nagyon rövid, 1-2 nap. És ami nagyon fontos tudni, mert sok ember, orvosok is nem bírnak csak klinikai kép alapján mondani, hogy az influenza, vagy valami felső légúti fertőzés, de ami érdekes, ha beszélünk influenzáról, akkor itt van erős fejfájás, izomfájás, ízületfájás, tehát végtagok fájnak, magas láz, 39-40, és esetleg száraz köhögés első nap. Következő nap, akkor lassan jön az összes klinikai kép, mintha beszélünk valamilyen más felső légúti fertőzésről.
ordugulás, orfolyás, és így tovább. De első nap kezdetben nem tudunk konkrét, hogy ez influenza, vagy valami más fertőző betegség, ahol van magas láz. Tehát de éppen ez az adat nagyon fontos. Doktor úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és hogy sok hasznos információt osztott meg velünk. Köszönöm szépen a meghívást. A magyar kormány 79 millió forintból végeztet vizsgálatokat, hogy megállítsák a szabadkai Avilai Szentterész Székesegyház süllyedését. A 18. század második felében mocsaras területre épült késő barokk székesegyház folyamatosan süllyed, a tornyai is távolodnak egymástól. Az elmúlt években a szakemberek több módszerrel is próbálkoztak, hogy megerősítsék a talajt és megállítsák a tornyok dőlését, de eddig nem jártak sikerrel. A mostani vizsgálatról Sanda Tamást, a Magyar Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszter helyettesét, Vadlövő Gabriella kérdezte Budapesten. Köszöntöm Önöket a Szabadkai Szentterész Székesegyház rekonstrukciójával kapcsolatban tartott ma sajtótájékoztatót Budapesten, Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszter helyettese. Jó napot kívánok a sajtótájékoztatón, és azt mondta, hogy olyan megoldásokat próbálnak találni, amellyel megállítható a székesegyház úgymond romlása. Az eddigiek fényében ön úgy látja, hogy ez megállítható valóban? Igen, a kollégáink ezekben az órákban is Szabadkán tartózkodnak, és azon dolgoznak, hogy előálljon egy olyan javaslat, egy komoly vizsgálatot követően, aminek az eredményeképpen megállítható a Székesegyháznak a további süllyedése, illetve a tornyoknak a további dőlése. Ezt tényként mondhatjuk, hogy megállítható lesz, hogyha megtalálják rá a megoldást? A kollégáink vizsgálják ezt, hiszen itt arról van szó, hogy ez a Székesegyház, amelyik a 18. század második felében épült, és egy kiemelten fontos épített örökségének tekinthető az összes magyar közösség életében, hiszen a 19. századig ez a Magyar Királyság második legnagyobb plébániájaként is működött. Ezt az épített örökségünket szeretnénk megmenteni, és szeretnénk megvédeni. És azt látjuk, hogy és a vajdasági közösség fordult az anyaországhoz, hogy ebben nyújtsunk valami fajta segítséget. Mi tudunk ehhez biztosítani egyrészt felkészült szakembereket és olyan korszerű technológiákat ismerő, kiváló építésügyhöz értő kollégákat, akik meg tudják vizsgálni a Székesegyháznak a jelenlegi állapotát, a talajnak a pontos szerkezetét, és olyan javaslatokat tudnak letenni az asztalra, amelyek a legkorszerűbb, a világon elérhető legjobb technológiák alkalmazásával lehetőséget biztosítanak arra a reményeink szerint, hiszen a vizsgálatokat most végzik majd a következő hónapokban, hogy megőrizzük ezt a közös örökségünket. A szakemberek mellett a magyar kormány természetesen anyagi támogatással is próbálja biztosítani a Székesegyház fennmaradását. Így van, hiszen már a korábbiakban is közel 340 millió forint támogatást biztosított a magyar kormány. Annak érdekében, hogy az elektromos hálózatát rendbe tegyék a Székesegyháznak, illetve felújításra került az oltár, és felújításra került a belső tere is magának a Székesegyháznak. Ugyanakkor a vizsgálatoknak az elvégzése is jelentős összegeket vesz igénybe, és természetesen ezeknek a költségeit is a magyar kormány biztosítani fogja. Az eddigi vizsgálatok alapján mi állapítható meg? Tehát mik azok a módszerek, amik biztos, hogy nem váltak be? Azt gondolom, hogy arról érdemes inkább beszélni, hogy mi az, ami most történik, hiszen fontos megvizsgálnunk a talajnak a pontos helyzetét, a talajnak a pontos szerkezetét, hogy hogyan lehet megerősíteni egyébként a Székesegyháznak az alapjait annak érdekében, hogy megszűnjön a további süllyedés, és a süllyedés megszüntetésével egyébként megszűnjönnek azok a mozgások, amelyek a tornyoknak a dőléséhez vezetnek egyrészt, másrészt pedig azokhoz
ahhoz a jelentős repedésekhez, amely a Székesegyháznak a homlokzatán mindenki által megfigyelhető. Ezek a vizsgálatok, munkálatok az önbecsülése szerint meddig tartanak majd? A reményeink szerint a kollégáink jelenleg ezt erősítették meg, hogy ezt a következő 2-3 hónapban el tudják végezni. A vizsgálatok elvégzését követően lehet kiértékelni majd, hogy pontosan milyen technológiára, milyen eszközökre, milyen 21. századi megoldásokra van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk menteni ezt a 18. századi közös örökségünket. Miután mindez megtörténik, reményeik szerint elkezdődhetnek a munkálatok is a Székesegyházon, ehhez is nyújt támogatást a magyar kormány? Természetesen azért végezzük ezeket a vizsgálatokat, és azért kell ezeket az elemzéseket elvégezni, hogy egy reális és megvalósítható, ugyanakkor biztos forgatókönyvünk legyen arról, hogy hogyan lehet a Székesegyháznak a felújítását elvégezni a következő években. És azt láthatjuk, és azt remélem, hogy minden magyar ember látja és tapasztalja, hogy a magyar kormány elkötelezett a határon túli magyar közösségek támogatása érdekében, hogy segítse az ő mindennapi működésüket, segítse az ő épületeiknek a megóvását, a templomaiknak a felújítását, a közösség számára fontos helyszínek és programoknak a biztosítását. Tehát én biztos vagyok abban, hogyha kialakul, hogy pontosan milyen források szükségesek ahhoz, hogy a Székesegyház az megmenthető legyen, akkor ehhez a szükséges támogatást a magyar közösség, a magyar kormány biztosítani fogja a vajdasági magyarok számára. Köszönjük szépen! A közügyeket Budapestről Vadlövő Gabriella tudósította. Deli Andor európai parlamenti képviselő brüsszeli irodájában lehetőséget biztosít egyetemistáknak és frissen diplomázott fiataloknak európai szakmai gyakorlat megszerzésére a 2020-as évben. Mindazok jelentkezését várják, akik megfelelnek a feltételeknek és kedvet éreznek betekinteni az európai parlament mindennapi munkájába és a képviselők tevékenységébe. A jelentkezési feltételek után egy interjút láthatnak két korábbi gyakornokkal, akikkel tegnap beszélgettünk. Lehetőség nyílik jövőre is szakmai gyakorlat szerzésére Deli Andor EP képviselő brüsszeli irodájában. A pályázat elbírálásakor elsősorban a Deli Andor tevékenységi területeihez való kapcsolódást vizsgálják, de természetesen a nyelvtudást, publikációs, civil szervezeti és közéleti tevékenységet is figyelembe veszik. Pályázati feltételek. 21 és 30 év közötti életkor. Főiskolai vagy egyetemi végzettség. Tárgyaló képes angol és szerb nyelvtudás. Ismeretek az európai intézményekről, főként az Európai Parlament működéséről. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. Alkalmazkodó képesség a nemzetközi környezethez. Érdeklődés és alapismeretek a bővítés politika és egyéb külügyi kérdések, valamint a közlekedési és turisztikai témák iránt. Továbbá előnyt képez a francia és vagy német nyelvtudás. Angol nyelven írt, rövid fényképes szakmai életrajz, motivációs levél és ajánló levél szükséges a sikeres pályázáshoz. A pályázat további részletei a www.deli.fidesz-eu.hu oldalon olvashatók. A pályázatokat az andor.deli@europarl.europa.eu e-mail címre várják 2020. január 12-éig. Arról pedig, hogy milyen az élet az Európai Parlamentben, két egykori gyakornokkal, Mengyen Albertel és Kis Nándorral beszélgetek. Üdvözöllek benneteket a stúdióban. Jó napot kívánok. Szia, szia. Hát milyen az élet Brüsszelben 3 hétig? Elég érdekes, mivel hogy én nekem ez volt az első ilyen nagyobb utazásom, vagy ilyen itthonról távol töltött idő. Én 4 hétig voltam 2016 végén a Brüsszelben, és hát hatalmas élmény volt mindenféleképp, mind szakmai, mind magánszemélyként kint lenni Brüsszelben. Albert, te mikor voltál? Én idén október és november között voltam, annyi, hogy én 6 hétig voltam kint, és nekem is ez volt az első nagyobb utazásom. Először repültem életemben, és hát igyekeztem mindent saját magam megoldani, hogy ez még nagyobb kihívást legyen számomra. Egyébként milyen feladatokkal jár egy ilyen gyakornoki pozíció?
Hát mindenféleképp a képviselőnek a munkáját kellett ugye minél egyszerűbbé tenni. Először is minden nap ugye a napi sajtót azt összegyűjtöttük és leadtuk neki. Ezen kívül attól függően, hogy éppen milyen téma volt várható az egyes üléseken vagy parlamenti üléseken pluszban, arra készítettük el az anyagokat, esetleg összefoglaltuk őket, könnyebben tálaltuk, és akkor így leegyszerűsítve átadtuk neki, és ő is fel tudott készülni egy ilyen laikus szemmel készült anyagból. Nekem például feladatom volt, hogy minden évben ugye a bizottság kiad, az Európai Bizottság kiad egy jelentés Szerbiáról, tehát nem csak Szerbiáról, hanem mindazon országokról, amelyek próbálnak közeledni az Európai Unió felé, és akkor ezt átolvastam, és akkor rövidítve egy kicsit felvázoltam a képviselő úrnak és az irodában mindenkinek, mert nekik tényleg sok tevékenységük van, és akkor meg kellene sokszor, hogy könnyítse meg ezzel a dolgokat, de mondjuk készítettem Örményországról és Montenegróról is egy ilyen rövid összefoglalót, hogy mit kell róluk pontosabban tudni, ez is a képviselő úrnak a munkáját tudtam segíteni. Milyen nyelvtudásra van ehhez szükség, illetve hát milyen nyelvtudásra tértetek haza onnan? Hát mindenféleképpen elvárás ugye az angol nyelvismerete úgy helyben, plusz a képviselő úrnak a munkája az úgy elengedhetetlen, hogy olyan gyakornokok legyenek, akik szerb nyelven is beszélnek. Én ezzel a három nyelvvel felvételre érkeztem. Ott viszont helyben, Brüsszelben nagyobb előnyt jelent, hogyha valaki tud franciául, vagy németül, az a lingua franca úgy mondott, az ott élőkkel, de viszont angol nyelvtudásra is gond nélkül fel tudtam magamat találni, legyen szó az a parlament épületén belül, vagy akár az utcán is. Én még annyit hozzáteszek, hogy én nem beszélek németül, viszont a német nyelv az nagyon jó jön, ugyanis németek, nagyon sok német van az Európa Parlament, vagy aki legalábbis német nyelv területről származik, és hát az is mindenféleképp. De az angol az alapvetően az fontos, mert vannak ülések, ahol például nincs fordító. Ugye ez is fontos, hogy egy plenáris ülésen általában mind a 24 vagy 5 nyelv van a hivatalos az Európai Unióban, azon mind fordítók vannak. De a kisebb megbeszéléseken általában angol nyelven folynak, és akkor el fontos, hogy az ember tudjon jól, relatív jól, legalább kommunikációs szinten angolul. Milyen lehetőségetek volt a kapcsolataitokat építeni? Itt gondolok nem csak a képviselőkre, hanem akár az ő gyakornokaikra, kollégáikra is. Hát igen, ott nagyon jó viszony alakul ki az egyes képviselők gyakornokai között. Nekem például volt lehetőségem így ellátogatni Brüsszelben a NATO épületébe. Ott ugye a gyakornokok közösen összeszervezkedtek, és el tudtak menni ott egy órás, két órás beszélgetésre az ottani magyar kollégákkal, ezen kívül a Máértnál is voltunk, és az Európai Bizottságban is. Én a kollégiumban laktam az ICA-ben, ott ismerkedtem meg többek között magyarokkal, illetve más nemzetiségekkel is, de például ott ismertem meg egy olyan fiatalt, aki Németországban él, de félig magyar, és őt is magyarnak titulálták, és ilyen életre szóló barátságok kötöttek. Milyen életmódot lehet élni ez a néhány hét alatt? Mit enged meg egy ilyen főváros? Úgy szórakozásban, kikapcsolódásban? Hát mindenféleképpen egy nagyvárosi életmódot fel lehet venni. Ugye mi mind a ketten ugyanabban a kollégiumban laktunk. Körülbelül 20 perc, 25 perc sétára voltunk a parlamenttel. Attól függ, mennyire sietsz. Attól függ, mennyire vagy elkésve. Igen. Ezen kívül ugye a város központ sem volt olyan túl messze. Szintén az is egy gyalog távolságra volt. Úgyhogy ott a többi gyakornokkal együtt, vagy azokkal, akikkel ott a kollégiumban ismerkedtük meg, gyakran esetleg kijártunk hétvégente. Úgymond én például decemberi időben voltam, szóval karácsonyi vásár volt mindenfelé, tényleg órákon keresztül tudtam sétálni, és mindig csak újat és újat láttam. Úgyhogy abszolút jó élmény, meg tényleg a történelmi központ az nagyon szép, nagyon gyönyörű. Én a hétvégéket utazással töltöttem, tehát Belgium szerte szinte mindenhol voltam. Brüsszelben is voltam, illetve Ostendében, az az északi tenger partjában, meg is fürödtem a hideg északi tengerben, illetve elmentem Amsterdamba, és tehát így a környéket bejártam. Mindenkinek, aki kiút, azt tudom ajánlani, hogy a hétvégét azt, ha lehet, akkor azt vidéken töltse. Brüsszelben is megér egy hétvégét, de mindenféleképp járja a környéket körbe. Mennyire drága az élet ilyenkor a kapott ösztöndíjból? Ki lehet jönni? Hát az itthon megszokott árak, azokra ne is álmodozzunk. Viszont az az ösztöndíj, amit kapunk az ott létünk során, az körülbelül le is fedi a költségeket, ami a lakhatást, étkezést illeti. Az, aki egy kicsit jobban beszeretne vásárolni ajándékokból, vagy esetleg jobban elereszteni a
úgymond a minőséget, akkor ő biztos, hogy túl kötekezésbe kerül, ami nagyon könnyű. Ami fontos ugye, hogy akár egy átlagos munkahelyen a fizetés az hónap végén érkezik, tehát ez, vagyis az ösztöndét, ezt tudni kell, hogy ide úgy kell kimenni, hogy az ember először is saját zsebéből. És hát ott egy kollégium sem annyiba kerül, mint itthon, tehát azt inkább nem is mondom, mennyi. Tehát, hogy ezt mind bele kell számolni az embernek, ami természetesen később visszatérül, de egy hónapig tulajdonképpen saját zsebből kell élni, és kint az árak azok teljesen más, tehát egy kávé is 4-5 euró, a legolcsóbb kávé is 4-5 euró körül van, és akkor ettől fölfelé, hogy mondjuk a hétvégente lehet féláron utazni, a félár is azt jelenti, hogy 50 kilométerre eljutni 14-5 euróba kerül. Ami ha dinárba átszámoljuk, az azért egy elég magas összegnek számít. Összegezve azért úgy érzem, jó élményekkel tértetek haza, de az utó hangjai milyenek ennek az úgymond kirándulásnak? Mit tudtatok felhasználni ebből utána, hogy hazaérkeztetek? Hát én mindenféleképpen lehetőségem nyílt arra, hogy a gyakorlatban lássam azokat az intézményeket és rendszereket, amikről tanultam itthon. Szóval nekem az mindenféleképpen hasznos volt, hogy tudtam kötni úgymond a kettőt. Ezen kívül az ott szerzett ismerettségek és az úgymond önállóságra neveledés mindenféleképpen hasznosságként tudom felhozni. Én is azt tudom mondani, hogy hát mi kapcsolatokat kint szereztünk, talán az a legfontosabb, meg hát amit az irodában, amilyen tapasztalatokat szereztünk, illetve tényleg az önállósulásnak ez egy útja volt, amit végig kellett járnunk, hogyha az ember kényelmesebb volt, akkor mindenhova szervezett taxikat rendelt, hogy ő ide megy, oda megy, viszont ha nem, akkor megpróbálkozott önerőből lejutni bárhova, és ez is hozzájárult, hogy az ember fejlődjön ilyen téren. Hát reméljük, kedvet hoztunk a nézőknek, és köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok. Köszönjük. Köszönjük. Egyre aggasztóbb a migráns helyzet Magyar-Kanizsán. Az illetékesek elmondása szerint most már nem csak menetrend szerinti buszokkal érkeznek a tiszamenti kisvárosba, hanem külön járatokkal is szállítják őket Belgrádból. A legtöbben továbbra is csónakokkal próbálkoznak, de már nem az élő folyón, hanem Martonos alatt a Tisza holtágán keresztül. A migráns helyzetet Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is értékelte a Szabadkai Magyar Rádió tegnapi napindító című műsorában. Először egy összefoglalót láthatnak az elmúlt napokban tapasztalt Magyar-Kanizsára és környékére nehezedő migrációs nyomásról, majd pedig Lackó Róbert, a helyi válságstáb vezetője nyilatkozik kollégámnak, Mészáros Györgynek. Varbai Aranka fél a Magyar-Kanizsán kószáló migránsoktól. Kora esti szürkületben jár haza a munkából, ilyenkor sok bevándorló sétál az utcákon. Tudjuk jó, hogy már 5 órakor sötét van, és a vasútállomás tele van velük, ott kint. Tudják azt a vasútállomást. És akkor most már kerülő úton megyek, de akkor is félek, mert sose tudom, hol találkozok velük. Ismét egyre több illegális sátortábor van a városközponthoz közeli erdőben. Onnan járnak bevásárolni a migránsok Magyar-Kanizsa központjába. Az egyik szír fiatalember már 3-szor próbált meg Magyarországra jutni, sikertelenül. On the Tisa and the police and come here. I am go family in the Germany. I go to my family. A Magyar-Kanizsai válságstáb is megerősítette, hogy az egyik helyi magánszálló a migránsok tanyája. A helyiek szerint az illegális bevándorlók itt beszélik meg további terveiket. Esténként, mikor néha barátoktól jövök haza, úgy 10-11 óra tájt, vagy 9, attól függ, meddig maradok, és csoportosan vannak 6-an, 8-an, 10-en is egy csoportban, kellemetlen az embernek elmenni maga, mert annyira kihalt a város, hogy jóformán, ha segítségét kérnék, talán nem is volna, aki meghallaná. Valaki irányítsa őket, hogy melyik épületbe kell menni, vagy bírnak menni, mert ott nincs senki. És én nekem az erős meggyőződésem az, hogy itt a Victoria szállóban van nekik a központjuk, hogy itt vannak a vezetőik. Ezt annak alapján állítom, hogy egyik este bent voltam itt az Art Caféban előttem, ami van épület, és bekapcsoltam a telefonomon a Wi-Fi-t, mert akartam megnézni, nem szoktam egyébként a Wi-Fi-t bekapcsolva tartani, és megjelent egy olyan wifi-s jelszó
volt iszlám. Tehát egy olyan wifi, aminek iszlám volt a neve, előtte voltak még betűk, de iszlám név alatt az egy látható volt egy 5 percig, és egy 5 perc után eltűnt. És aztán mondják nekem többen, hogy itt bent ebbe Victoria Hotelben van 2 vagy 3 ember, aki állandóan itt sétál, kint is irányítgassa őket, hogy hova kell, hogy menjenek. Martonos központjából szerda délelőtt egy 5 fős migráns csoport indult meg Magyarkanizsa irányába. Nem szívesen látták a kamerát, egyikük azonnal el is takarta az arcát, aztán mégis szóba álltak velünk. Elmondásuk szerint az esős éjszakát a tiszamenti erdőben töltötték. Többször próbáltak meg átjutni Magyarországra, csónakkal is, a kerítésen keresztül, de sehogyan sem sikerült, panaszolták stábunknak. A migránsok most kisebb számban ugyan, de folyamatosan jelen vannak Martonoson is. Faluban látni mozgásokat, jönnek, mennek ilyen 5-ös 6-os csoportokba. Nagy ritka, amikor nagyobb tömeg jön, de ez így este felé van, és reggel látjuk őket, jönnek vissza, mert nem sikerült nekik átmenni, tiszta sarak, tehát valahol itt a Holtisza ágán próbálnak átjutni, de szerintem nem bírnak, mert a magyar fél a Holtiszának az ágát az ő felükön totál kitisztította, tehát mindent lehet látni, meg ott van a duplázott intelligens kerítés, ami jelez, hogyha valaki hozzáér, vagy valaki megpróbál hozzá közelíteni is. Állandóan, hogyha feljövünk ide a határa, drónokat látunk, amivel figyelik a határt. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kedden a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában azt mondta, manapság már mintha emberi joggá vált volna a határsértés, hiszen a migránsok papírok és következmények nélkül illegálisan átléphetik az ország határokat. A határvédelmi szerveknek erőteljesebben kellene intézkedniük a határsértőkkel szemben. Egyrésztről le kellene zárni a déli határt, erőteljesebben kellene védeni a déli határt, másrésztről meg kell nézni, hogy ki tud bejönni ebbe az országba. Azok, akik erre rászorultak, azok nagy valószínűséggel már máshol Görögország területén például mentelmet kellett volna, hogy kapjanak, de hát hogyha idáig eljutnak is, és valóban erre van szükségük, akkor én azt gondolom, hogy ezt biztos, hogy az ország meg tudja nekik adni. Pásztor István szerint a migránsok nem véletlenül érkeznek Vajdaság északi részére. Vannak, akik szervezetten szállítják őket a magyar-szerb határszakaszhoz közeli Magyarkanizsa községbe, ahonnan illegálisan csónakokkal a Tiszán átszökhetnek Magyarországra. Az volna hihetetlenül fontos, hogy ezeket a embercsempész szervezeteket elkezdjék felszámolni, hogy ellehetetlenítsék a munkájukat, és ne pedig szemet hunyva fölötte szabadon tudjanak dolgozni, szabadon tudják szervezni ezt az egész folyamatot. A vajdasági politikus szerint az államnak kellene segítenie abban is, hogy az észak-vajdasági települések lakosai biztonságban érezzék magukat. Nem elég, ha községi szinten próbálják megnyugtatni a lakosságot és csillapítani a migránsok által felkorbácsolt kedélyeket. Elengedhetetlen, hogy ebben segítséget kapjanak a szerb államtól is, vagyis erőteljesebb rendőri jelenlétre és határrendészetre van szükség, hangsúlyozta Pásztor István. Köszöntöm a nézőket, a közügyek vendége Laszkó Róbert, a Magyarkanizsai Válságstáb vezetője. Nos, itt vagyunk a városközponthoz közeli erdős részben. Jelenleg mi a helyzet itt? Jelenleg relatív csönd van a városban, mind ahogy az szokott is lenni a reggeli órákban természetesen, majd ezekben a pillanatokban kezdenek a migránsok előjönni azokról a helyekről, ahol az éjszakát töltötték. Az esteli jelentés alapján nagyjából a szokásos létszám van most is a községünkben, azzal, hogy már kaptunk alá azt a beográdi autóbusszal egy 20 személyt, akiknek egy része már távozott tovább Horgos felé, sőt egy része vissza Törökkanizsa felé, úgyhogy most jön az a periódus, amikor majd ismét elkezdenek szaporozni a központban, és hát előjönnek a régi vasútállomásról, és hát arról az egy-két elhagyatott házból, ahol az éjszakát töltik. A napokban arról is érkezett információ, hogy most már nem csak menetrend szerinti járatokkal jönnek, hanem külön buszok is vannak, akik szállítják őket.
Igen, hát ezt nem mondhassuk még rendszerességnek, de megtörténik szinte minden nap, hogy egy-egy beográdi autóbusz, ami nincs rajta a menetrenden, megjelenik 20-30 személlyel. Ezzel szembesültük annak idején is 2015-ben, ez most is megtörténik. Hát oda-vissza furikáztassuk őket, az az igazság. Amit talán pozitívnak mondanák el, és ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ezelőtt 2-3 nappal az önkormányzati alpolgármester és a kikindai körzet parancsnoka, rendőrparancsnoka megjelent itt, és azóta látunk egy kicsit erősebb rendőri jelenlétet. Többek között ezt a tábort is itt az erdőből tegnap felszámolták, a sátortáborról beszélek, és hát azért, ami pozitív, most már napi szinten megjelenik itt a rendőri marica is, és egy-két patróla Martonoson is, Horgoson is. Hozzáteszem, ez egy átszervezés, tehát a rendőri jelenlét, a rendőri létszám még mindig kevés, de pozitív mindenféleképpen, hogy egy kicsit több figyelmet kapunk, és hát nagyobb a jelenlét, a rendőri jelenlét a nap folyamán és az éjszaka folyamán is. Itt az új busz állomáson is megjelent most reggel egy nagyobb csoport. Ők honnan jöttek, vagy mik a terveik, vagy mit mondanak? Igen, hát ez egy érdekes, az imént próbáltam velük beszélgetni, és általában egy kisebb csoportról van szó, 5-6 személyről, de hosszú ideje itt egy-két személy állandóan itt alszik kint a szabad ég alatt szinte. Nem kommunikálnak angolul, nem tudjuk honnan jöttek, vannak ilyen csoportok, akik teljesen, hogy is mondjam, elszigetelődnek a többitől. Természetesen ezeket fokozottabban figyeljük, és ők már napok óta itt vannak, hát hiszem, hogy ők is természetesen a magyar határ felé szeretnének távozni, de hát valószínűleg még nem kapták meg azt az információt, hogy hol merre menjenek. Mit mondanak, milyen útvonalakat keresnek, vagy hol próbálkoznak? Direkt ők nem beszélnek magáról az útvonalról. Ő nekik csak a Hungari, tehát Magyarország, illetve emlegetik persze Németország, Ausztria, Spanyolország, minden megfordult itt már. Sokan kijelentik azt, hogy a Tiszán szeretnének, lássuk ezt még mindig a csónakvásárlásokból is, de hát direkt útvonalakat ők nem közölnek velünk. Én hiszem azt, hogy nem is nagyon tudják még, hiszen helyismeretük nincsen, hanem meg vagyok győződve, hogy ez a telefonokon keresztül GPS-szel vezérelt utakat keresik, amikor persze kapják a jelet, hogy mehetnek. Sokan hasznot húznak azért ebből, hiszen mindig lehet csónakot vásárolni, mindig jön újabb szállítmány ide az üzletekbe, illetve a panziók is némelyik jól jár. Igen, hát ez az a történet, amivel hát mink, mint önkormányzat nem igazán tudunk mit kezdeni, hiszen ha bemegy egy vásárló és vásárolni akar, és van pénze, akkor ugye az áru eladó, ez nekünk sehogy se nem jó, ez egyértelmű. Nem tudjuk, mi történne, ha ezeket a csomagokat nem itt vennék meg, ha nem hoznák a közeli településekről, vagy egyáltalán nem volna, és ők próbálnának eszkábálni valamit, tehát erre nincs válasz. Ugyanúgy az üzletekbe, ha bemennek vásárolni, és hát azért nagy része, hogy így mondjam, kultúrát módon fizet is, persze ebben minden benne van, hiszen volt már olyan, hogy kimentek fizetés nélkül. Erre próbálunk a mi járőrenk egy kicsit többet odafigyelni, most már mondom a rendőrséggel is. A panziók közül pedig egy-két panzió van valóban, aki hát befogadja őket, és megint az a történet, hogy ezeknek az embereknek van valamiféle legitimációit, amit kaptak ugye az ország belépésekor, és ez elegendő arra, ami törvényeink szerint, hogy őket, ha fizetnek, még egyszer mondom, akkor beengedjék a szállókba. Még egyszer mondom, ez nekünk semmiféleképp nem jó. Másrészről viszont még mindig jobb, hogyha ők maguk keresnének, ne adj Isten olyan házakat is, ahol hát nem biztos, hogy elhagyatott a ház. Előfordultak esetleg betörések, vagy lopások, polgárok fordultak panasszal? Hát tudomásom szerint nagyobb ilyen excesszek nem történtek, tehát inkább az elhagyatott házaknál, annak ugye most már jó részét tudjuk, hogy hol van és figyeljük. Kisebb próbálkozások talán, de hát ezek olyan információk számunkra, hogy hát nézegették a házat, be akartak menni, lüktösték egy kicsit az elhagyatott háznak az ablakát, stb., de még nagyobb probléma, hála jó Istennek, nem történt. Ugyanakkor én most is kérem a lakosságot, hogy az ilyen dolgokat jelentsék is be, hiszen a rendőrség csak úgy tud reagálni ezekre a dolgokra, hogyha ő nekik hivatalos információ is jutott. Azon kívül természetesen, hogyha ilyenről hallunk azon a csoporton köröztül, amit megalakítottunk, akkor mi is rögtön jelentsük a rendőrségnek.
És akkor végül csak nagyon röviden, igaz az, hogy most az útvonaluk a Tiszán keresztül az élő folyóról áttevődött csónakokkal a Tisza Hold ágára? Igen, így gondoljuk, mivel a tiszai szakaszon, az élő Tisza szakaszán eddig is kaptunk információkat az ottani halászoktól, akik rendszeresen informálnak bennünket, és most a napok óta már ott őket nem látják. Ezért gondoljuk, mivel hogy csónakokat vásárolnak és arra mennek, hogy a Hold Tiszáról van szó, viszont az elég nehezen megközelíthető hely, úgyhogy nincsenek a szemünk előtt, úgy mondjam, de abba az útirányba mennek, éjszakánként természetesen kisebb csoportokban. Köszönöm szépen a beszélgetést Lackó Róbertnek, a Magyar Kanizsai Válságstáb vezetőjének, a közügyeket Mészáros György tudósította. Sok a kóborkutya Szabadka utcáin, több szervezet is foglalkozik azzal, hogy befogadja és megfelelő körülményeket biztosítson a gazdátlan állatoknak. Forgató csoportunk ma délután Szabadka utcáit járva vett fel kóborló kutyákat. A Szabadkai Nyuskice Állatvédő Egyesület az ünnepek közeledtével közös örökbefogadási kampányba kezdett. A stúdió vendége Horváth Betti, az Egyesület önkéntese. Jó estét kívánok! Jó estét! Köszönjük a meghívást! Mi az akció célja, kik el összefogva, és mi fog történni, mi történik? Hát az akciónak a szlogenje az, hogy mindenféleképpen fogadjunk örökbe kutyust, tehát hogy ne vásároljunk, mert a szeretetet nem lehet megvenni. És úgy gondoljuk, hogy a karácsonyi ünnepek ideális alkalom arra sajnos sokuknak, hogy a nagymamák, nagytaták, ugye kis unokáknak kiskutyakacsokat vásároljanak, masnival a nyakukba, odaadják a szülőknek, illetve a gyerekeknek a fa alá, és sajnos egy-két hónap után az a kiskutya az utcán köt ki. Mire nyújt megoldást? Milyen megoldást nyújt erre az Egyesület? Hát elsősorban meg szeretnénk ezt akadályozni, tehát ezért kezdtük el ezt a kampányt, hogy ha valahogy is tudjuk, megakadályozzuk ezt a jelenséget, ami minden évben, karácsonykor, új évkor ez szinte így van, hogy ilyen kiskutyusokat találunk az utcán, akik meg lettek unva. Mindenféleképpen fölhívjuk a lakosok figyelmét, hogy ivartalanítani kell a kutyusokat, tehát hogy amikor hogy karácsonykor ne a piacon 500 meg 1000 dinárért vagy 2000 dinárért árulják a kiskutyusokat, hanem ha születnek is kiskutyusok, akiket nem kívánnak ugye a tulajdonosok, akkor mindenféleképpen az Egyesületen keresztül próbálják meg őket örökbeadni szerződéssel, ivartalanítási kötelezettséggel, ami nagyon fontos, hogy így megakadályozzuk a további nem kívánt kiskutyusok születését. Az örökbefogadással egyéb útbaigazítás, útmutató is jár? Hát igen, végül is az örökbefogadóknak elsősorban a szerződés alá kell írniuk, amivel kötelezik magukat, hogy jó örökbefogadók lesznek, illetve itt le vannak írva az ő kötelezettségeik és jogaik is, tehát hogy mikor és milyen módon tudják esetleg a kutyusokat visszaadni, viszont természetesen végig is érjük, tehát az örökbefogadás után is meglátogatjuk az örökbefogadókat, illetve várjuk a fényképeket, videókat a kiskutyusokról. Van itt két kiskutyus is veled, igen. Őket is örökbe lehet fogadni? Igen, őket is örökbe lehet fogadni, őket tegnap előtt találtuk este, vagy lakossági bejelentés alapján valójában az Ocska piac környékén, és akkor az egyik önkéntesünk, Szlágyana, ő hazavitte,
megmosta őket, megfürdette őket, bolhásak voltak, gilisztátlanítottuk őket, és azóta vannak nálunk. Tehát most pár napig megfigyelés alatt vannak, hogy milyen a természetük, esetleg van-e valami fertőző betegségük, tehát gilisztátlanítjuk őket, bolhátlanítjuk őket, és akkor jövő héttől örökbefogadhatóak. Hány kutyus van a menhelyen, akikről úgymond lehet válogatni? Jelenleg 115 fölnőtt kutya van. Vannak nagyon sokuk közülük, akik kiskoruk óta, tehát ilyen pici koruk óta ott élnek, 2-3-4 éve, mert nem sikerült őket örökbeadni. Tehát 115 fölnőtt kutya, azon kívül 10 kiskutya, és körülbelül egy hete van nálunk 8 darab nagyon pici kutya, akik szinte egynapos korukba kerültek hozzánk úgy, hogy a Kelebián a szemetesbe voltak dobva egy nejlonzsákba, tehát egynaposan. Úgyhogy őket cumisztatjuk, ők sajnos anyukájuktól el lettek véve, és ki lettek dobva, és épp ezért nagyon fontos ez az ivartalanítás, amit állandóan és állandóan hangoztatunk, hogy az egyesületünken keresztül is lehet ivartalanítani kutyusokat, tehát sokkal kedvezőbb áron, és hanem ez az egyetlen megoldás arra, hogy utána ne a szemetesből szedjük ki az ilyen kis kutyusokat. Lakossági bejelentés nem csak arról érkezhet, hogyha valaki lát kóborállatot, hanem egyéb tapasztalatokról is. Mit mondanak a lakosok, okoznak problémát a kóborlóállatok? Hát igen, igen. Tehát végül is a kóborlóállatok, meg a kutyusok főként ugye mindenkinek nagy gond. Tehát azoknak is, akik nem szeretik a kutyusokat, meg azoknak is, akik szeretik, tehát akik kutyaimádok, mondhatom úgy. És nagyon sokszor van olyan, ugye, hogy bemennek a kutyusok mások udvarába, mert ott van az étel az otthoni kutyusnak az udvarában, tehát hogy megeszik, vagy így meg is harapnak valakit, mert éhesek. És védik magukat. Tehát, hogyha valaki mondjuk rájuk akar törni, vagy meg akarja őket verni az utcán, persze, hogy egy kutya támadni fog, vagy reagálni fog rá. Mert beteg, vagy éhes, vagy nagyon fázik. Hol lehet jelenteni az ilyen eseteket, és milyen módja van ennek? Hát, tehát nálunk az egyesületnek jelenleg csak is Facebookon keresztül, tehát a Nyuskicének a Facebook oldalán keresztül. Megjelölik valahogy azokat a kutyusokat, akiket számon tartanak, viszont már nem férnek a menhelyre? Nem, mi nem. Tehát nálunk minden kutyus a menhelyen, mint a 115 kutyus csippelve oltva vannak, tehát az egyesületnek a tulajdona úgymond, tehát az egyesületnek a nevére vannak csippelve, oltva vannak, viszont nekünk sajnos nem áll módunkban több kutyust jelenleg behozni a menhelyre, illetve hogyha sikerül bár 2-3-5 örökbe adni, akkor természetesen az ő helyükre újabb 5 kutyus jön. Tehát mi így működünk, hogy ahány kutyus elmegy, vagy örökbe lesz adva, annyi jön helyére, és ezért is kezdtük ezt a kampányt, hogy legalább most a téli időszakban minél több kutyusnak sikerüljön új otthon találni, hogy az új évet már az új családjukban várják, és hogy ezzel ugye két életet mentve az örökbefogadó is segítse a mi munkánkat, hogy újabb szabad helyünk legyen. És csak nagyon röviden a végén, hol lehet önöket megtalálni? Tehát minket Facebookon lehet elérni, a Szubotyczka Nyuskice oldalon, illetve az Instagramon, szintén Szubotyczka Nyuskice az Instagram elérhetőség, és akkor 7 önkéntes van az egyesületben, valaki, aki éppen szabad úgy, tehát egy órán belül válaszolunk általában az üzenetekre, és akkor utána ott már föl tudjuk venni a személyes kapcsolatot, és tudunk találkozni, persze mindenkit szeretettel várunk, ki tudnak jönni a menhelyre, vagy ki tudunk jönni esetleg házhoz, hogyha olyan hely van, vagy olyan probléma van, amit helyben tudunk megoldani. Sok sikert kívánunk a kampányhoz és az egyéb munkához, és köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást. Családi sportnapok, futóversenyek, rendszeres edzések, ez a Szabadkai Aktív Kids Sportegyesület elmúlt 5 évének munkája. Az egyesület számos rendezvény lebonyolításában vesz részt, céljuk pedig a mozgás népszerűsítése a legkisebbek körében is. Most röviden megmutatjuk, miről is van szó, majd a stúdióban folytatjuk, hiszen tegnap ünnepelte 5. születésnapját az egyesület.
Gyerekek, szülők és nagyszülők népesítették be Szabadka főterét a 2018-as sportnapon. A regisztráció után kezdetét vette a vetélkedés. Volt akadályfutás, célbadobás, szülőgyermek és babakocsis futás is. Minden sikeres feladat után egy pecséttel hitelesítették a teljesített állomást. Itt ugráltunk, de volt már távolugrás feladat, van kerékpározós feladat, meg szlalomozás. Ezeken mentünk eddig végig, a többi az még rejtély számunkra is. A rendezvényre nem csak szülők kísérték el gyermekeiket, többen nagyszüleikkel érkeztek, akik szintén lelkesen vettek részt a játékokban és a felkészülésben is segítették az unokákat. Kicsit futkároztunk erre-arra is akkor. Ház körül, az iskolába, ugye iskolás már, és akkor az iskolába is van, futás szünetbe, és akkor így különösebben nem készült. A résztvevőknek összesen 10 feladatot kellett teljesíteniük, amelyből az utolsó megmérettetés a közös futás volt, a többi pedig sportügyességi feladat. A legügyesebb kis sportolók kerékpárral lehettek gazdagabbak, de a futás résztvevőinek befutó érmet is a nyakukba akasztottak. Az esemény célja egy családi, közös délelőtt eltöltése, de mindenek előtt a sportos életmód népszerűsítése. A 2018-ban megrendezett második szabadkai félmaratonon 640-en rajtoltak el, viszont a gyermek futamokkal együtt, amelyeket az Active Kids és a Horizont Sportegyesület közösen szervezett, több mint 1100 résztvevője volt. A reggeli előkészületeket követően a félmaraton programja gyermek futamokkal indult. Rengeteg érdeklődő, rengeteg nevező volt a baba futamra, amelynek résztvevői 150 métert tettek meg babakocsival. Voltak olyan szituációk, amikor kellett futni haza babakocsival, mondjuk amikor nagyon éhes volt, vagy álmos volt, úgyhogy a hétköznapokban ezt kipróbáltuk már. A Sportegyesület 2014 óta működik általános mozgásfejlesztés mellett labdajátékokkal, szertornával, atlétikával és általános képességfejlesztéssel is foglalkoznak. A gyerekek korcsoportok szerint tornázhatnak, a legkisebbek 3 éves korig a kicsik közé, a 4-5 évesek a középső csoportba, míg a 6-7 évesek a nagyobb csoportba járnak. Az Active Kids a 8-9 éves gyerekeket, sőt az idősebbeket is várja attól függően, hogy milyen mozgásformára vagy mozgásterápiára van szükségük. A stúdió vendégei pedig Halasi Szabolcs, az Active Kids alapítója, és Nagy Csaba, az Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi hívta életre az Egyesületet 5 évvel ezelőtt? Hát a célunk az volt, ugye, hogy a gyerekeknek biztosítsunk egy olyan mozgás platformot, vagy egy olyan mozgás lehetőséget, ahol megismerkedhetnek a természetes mozgásokkal, fejleszthetik a motoros képességet, mozgásos készségeiket. De a lényeg az volt, hogy ezeket a tulajdonságokat játékon keresztül fejlesszék, és azért, hogy minél előbb ugye szokássá váljon számukra a testmozgás, minél előbb megszeressék, minél előbb ugye elsajátítsák ezeket az alapmozgásformákat, és ezáltal ugye minél hosszabb ideig a sportban, vagy inkább a fizikai aktivitásban maradjanak. És ugye ezzel, hogy ők mozgással foglalkoznak, egészségesebbek lesznek, és ezek a szokások ugye egész életükben is kísérik őket, és ezáltal ugye az életminőségük is növekszik, és ugye egészségesebb felnőttek is válnak. És hát nem titok, azért én is családos apuka vagyok, és azt szerettem volna, hogy a gyerekeim valamilyen szinten a sporttal már óvodáskorban megismerkedjenek. Mekkora tömegeket sikerült megmozgatni az elmúlt években? Nagy számú jelentkezőnk volt minden rendezvényen, amit mi szerveztünk, vagy közösen szerveztünk más sportegyesülettel. Az első alkalommal a Trón Sportegyesülettel szerveztünk egy futóversenyt, majd utána a Horizon Sportegyesülettel működtünk együtt a közös rendezvényeken. Az első rendezvényen 100 résztvevőnk volt, és minden rendezvényen sikerült több meg több jelentkezőt csábítani magunkhoz. Eljutottunk egy 540 fős gyereksereig, és az eléggé impozáns szám, és elégedettek vagyunk azzal a létszámmal, ami az utolsó rendezvényünkön volt.
Nem csak ilyen nagyszabású rendezvények vannak, heti rendszerességgel különböző korosztályoknak edzéseket is tartanak. Kik a legnépesebbek, úgymond? Hát még egy kicsit kapcsolódnék az előző kérdés, hogyha lehetséges. Az első rendezvényünket ugye Palicson tartottuk meg, és limitáltuk 100 főre a résztvevők számát. Viszont már akkor éreztük, hogy egyre többen érdeklődnek ez iránt, és nem 100 gyereket tudtunk bekapcsolni az eseményekben, hanem sokkal többet. De viszont az volt a gond, hogy csak 100 érmet készítettünk, de a szülőktől, ugye, akik részt vettek az eseményen, elkértük az elérhetőségeiket, és utána később ugye telefon felhívva őket, vagy e-mailen felvéve a kapcsolatot, a gyerekeknek eljuttattuk ugye az érmet, hogy nehogy véletlenül valamilyen negatív élményhez kapcsolják ugye a fizikai aktivitást, és ezért is törekszünk arra, hogy minden egyes edzésen élményben legyen részük a gyerekeknek, és most a jelenlegi kérdésre válaszolva, egészen két és fél éves kortól dolgozunk a gyerekekkel, 7 éves korig, 7 és fél éves korig. Hát volt olyan esetünk, hogy a kisgyerek még pelenkában ott volt az edzésen, de a lényeg az, hogy a szülővel közösen dolgoznak, és igyekszünk úgy fölépíteni az edzéseket, hogy az érdekes legyen számukra, mivel tudjuk azért a legfiatalabbaknak, akik nálunk vannak, azért a koncentrációját nagyon nehéz folyamatosan fenntartani, és hát ebben ugye Csaba kollégám nagyon ügyes, ő direkt a legkisebbekre specializálódott, hogy így mondjam, és őt nagyon kedvelik a szülők is, de a gyerekek főleg, és nekünk ezt kell elérnünk, hogy a gyerekeknél még kialakuljon az a bizalom az edző irányába, és hogyha ezt elértük, utána már lehet a képességeket, készségeket fejleszteni. És hál' Istennek ezt jól csináljuk. Most nem vagyok szerintelen, ugye? Nem, hát a visszajelzések sem ezt mondják. És jól csináljuk, és igyekszünk későbbiekben ezt tovább fejleszteni. És az a célunk, hogy minél több edzőt bekapcsoljunk még a munkafolyamatban, mivel akkor lehet minőségesen foglalkozni a gyerekekkel, hogyha ugye megfelelő számú gyerekre megfelelő számú edző van. Amikor gyerekek bekapcsolódnak hozzánk, akkor elkezdjük a tesztelést velük. A motoros képességet mérjük fel, ezeket úgy kell elképzelni, a gyorsaságot vizsgáljuk, hajlékonyságukat vizsgáljuk, az ismétlés erőt vizsgáljuk, robbanékonyságukat, hogy később tudjuk követni a fejlődésüket, és hogy később ugye egy képet kapjunk róla, hogy mi az, amit mi elértünk náluk, és hogy hova jutottak. 7 éves korban már a gyerekektől mi azt várjuk, hogy vezessék a labdát, simán egyensúlyozzanak mondjuk a gerendán, simán félelem nélkül fölmászanak a bordásfalra. Ezt mind-mind szépen fel kell építeni, szépen fokozatosan kell a gyerekeknél elérni, hogy ezeket a szinteket ugye teljesítsék. Elhangzott itt a 7 éves kor határ, ezután hogyan tudják gondozni a fiatalokat, valami fajta útmutatót tudnak nyújtani? Természetesen segítünk a szülőknek a sportválasztásban is. Évente 2-szer tartunk fölméréseket, és olyankor a szülők írásban kapnak jelentést arról, hogy a gyerek milyen fejlődési stádiumban van most, és melyek azok a képességek, amelyekben ő kimagasló, és melyek azok a képességek, ahol hangsúlyosabb munkára van szükség. Ezeknek az adatoknak az alapján tudunk olyan célt mutatni a szülőknek, hogy miben lehetne sikeres a gyerek, melyik lehet az a sport, hogy az egyéni sport legyen, csapatsport. Megismerjük a gyerekeket az évek folyamán, és az ő személyiségük alapján is tudunk tanácsot adni, megítélni azt, hogy miben lehetnek sikeresek. Még ennek a szülők visszajelzései ilyenkor például? Vannak visszatérő gyerekeink is, akik meglátogatnak, elmesélik, hogy most éppen focin milyen, vagy birkózáson, hogy milyen az edzés, milyen az edző, szigorúbb, nem szigorúbb. A mi szerepünk útmutató is, meg irányadó is, viszont az alapképességeket fejleszteni kell óvodáskorban, mivel amit ott elveszítenek a gyerekek mozgás, fejlődés terén, azt később nem tudják bepótolni, és a célszerű ugye, a sportválasztás, a céledzések nem minden képességet maximalizálnak, ott a munka egy kicsit célirányosabb, és lehet, hogy a túl korai sportválasztás sem biztosít örömöt később a gyerekeknek,
És hát ezen a komplex területen sok tanácsot lehet adni. És felszólítsuk a szülőket is természetesen, hogy akik már nem járnak hozzánk, jöjjenek vissza. A tanácsra van szükségük, rendelkezésre állunk és segítünk, amennyiben tudunk. Milyen tervei vannak az Egyesületnek a jövőre nézve? Hát a terveink között ugye az szerepel, hogy amit elkezdtünk, azt folytassuk is. Mindenképp az évi két rendezvényünket, ugye ezt a nagyszabású rendezvényeket, ezeket meg szeretnénk tartani, de szeretnénk ugye még magasabb szintre emelni az edzésmunkát, illetve a teszteléseket is. Nem mondom, hogy rendszeresebben, évi két alkalom az rendben van, viszont még más eszközökkel kiegészíteni, illetve a felszerelésünket szeretnénk még bővíteni, pont azért, hogy még teljesebb körű képzésben lehessen részük a gyerekeknek. További sok sikert kívánunk, biztosan lesz 10 vagy 15 éves születésnap is. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Bízunk benne. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. És ha már gyerekek, a Pannon RTV karácsonyi kreatív pályázatának rajzaira és videóira ma éjfélig várjuk a voksokat az Adni Öröm Facebook oldalán. Az eredményt közzétesszük az Adni Öröm oldalon és a Pannon RTV holnapi hírműsoraiban is, a díjátadó ünnepség pedig szombaton lesz, médiaházunkban. A gyerekeket óriási karácsonyfával, zenés, táncos és humoros produkciókkal, valamint természetesen rengeteg értékes jutalommal várjuk. Ugyanezen a napon az Adni Öröm pályázat rajzaiból összeválogat kiállítás is megnyílik médiaházunk földszinti tanácstermében. Az Adni Öröm című műsort a Pannon Televízió szenteste, vagyis december 24-én 8:30-kor tűzi műsorra. Most pedig megmutatjuk, hogyan készül a kiállítás, amely január közepéig lesz látogatható. Első alkalommal szervez versfesztivált a Palics Magyar Művelődési Egyesület a Szabadkai Könyvtár helyi fiúk intézetében. Még várják a jelentkezőket. Ennek feltételeiről és a programról Szalai Andrea szervezővel beszélgetek. Üdvözöllek itt nálunk. Szervusz, jó estét kívánok. Hozd el a kedvenc versed, ez a motto. Kiknek szól a felhívás? Hát nagyon érdekes, mert hogy az elején csak és kizárólag mond professzionális, tehát versenyszintű versmondásban gondolkodtunk. Viszont időközben nagyon sok külső hatás és tényező hatására úgy döntöttünk, hogy a hozd el a kedvenc versed motto mindenkire vonatkozik. Tehát 0-tól 99 éves korig mindenkit várunk, és lesz egy professzionális része a történetnek, amikor ugye a zsűri értékel és díjaz. Ugyanakkor bárki,
akinek van kedvenc verse, ugye mindenkinek van kedvenc verse, ezért mindenkit sok szeretettel várunk, és bárki elmondhatja a kedvenc versét. Igen, itt a korábbi felhívásban voltak a kisebb gyerekek megjelölve korosztály szerint, és felismerült bennem a kérdés, hogy a kisebbeknek vajon van-e már kedvenc versük. Mennyire népszerű az irodalom a gyerekek körében egyébként? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és szeretnénk, hogyha ez a fesztivál is egy olyan útmutató lenne, ami alapján a gyermekek és a fiatalok és minden korosztály még inkább megismeri és megszereti a verseket. Ugye most az 5. és 5-től 8., tehát a felsős tagozat számít most nálunk az első kategóriának, tehát az alsósok jelenleg ugye nem versenyezhetnek, ez a jövőben még természetesen változhat. Ami nagyon fontos, hogy több irodalmi estet szerveztünk már Palicson, ami után sokan oda jöttek, hogy ez az én kedvenc versem, szeretném, hogyha egyszer elmondhatnám, és ekkor támadt az ötlet, hogy igazából akkor azért is nem versmondó verseny a neve, vagy emlékverseny, hanem fesztivál, versfesztivál, amelynek lesz ugye ez a két része, ahol mindenki igazából megtalálhatja azt, amit kedvel. Plusz mi ez a két rész, azért mondjuk el? Tehát az egyik része ugye akkor a versenyszintű versenyzés, ahol ugye, ahogy már mondtam, zsűri fog értékelni. A másik, ahol mindenki előadhatja azt a verset, ami a szívének, a pillanatnak a hevében eszébe jut, és amit szeretne közölni. Ugyanakkor a harmadik része az pedig, amikor az irodalmat összekötjük más művészetekkel, ebben az esetben most ez a festészet lesz, ugyanis kiállítás megnyitónk is lesz, ahol olyan festők is fognak beszélni, akik írnak, és így találjuk meg talán ezt az utat az irodalom és a különböző művészetek között, és a fő célja az egész rendezvénye konkrétan az, hogy a verset szeretők, a verset versmondást művelők és a verset tanítók egy kapcsolati hálót építhessenek ki, ugye jelenleg még csak Szabadkaváros területén, de a későbbiekben majd reményeink szerint talán az egész Vajdaság területén. Említetted a kísérő programokat is, ide kiket vártok még? A kísérő programok, ahogyan maga ugye jelenleg a versfesztivál is mindenki előtt nyitott. Igazából van egy természetesen egy időrendszerinti programunk, tehát ugye 9-től lesz majd a regisztráció, 10 órától lesz a megnyitó, innentől kezdődnek majd a versmondások délig, és 12:30-tól lesz ez a bizonyos kiállítás megnyitó, ahol a szerzők a saját műveikből is felolvasnak, például Bíró Tíme és Benedek Miklós, és ugyanakkor az elkészült műveket is megtekinthetik az odalátogatók. És elhangzott, említettük, hogy lehet még jelentkezni. Hol és hogyan lehet ezt megtenni? A mozopalic@gmail.com e-mail címen, vagy a 06442233397-es telefonszámon, és igazából ugye a gyermek neve, az év, tehát a tagozat, a korosztály, illetve az elhangzott vers, illetve elhangzott versnek a címe. Hányan jelentkeztek eddig? Hát eddig még csak 15-en vagyunk sajnos, de egyre többen jelentkeznek azzal, hogy ők szeretnék elmondani a saját versüket. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy tömegesen leszünk. És ki a zsűri, ezt még mondjuk el? A zsűriben nagyon örülünk, hogy elfogadták a felkérésünket, többek között Móger Tímea található, akkor Németi Imre tanár úr, és emellett Kis Tamás ifjú költő is. Nagyon sok sikert kívánunk, és reméljük meghoztuk még a kedvét néhány nézőnek, hogy jelentkezzen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm. Frissen sült töpörtyű illata lengte be a Palicsi tópartját szombat délelőtt, amely a Hagyományok téli fesztiváljának adott otthont. A program keretében töpörtyűsütő versenyt is tartottak, amelyre 15 csapat jelentkezett. Emellett sült kolbásszal, hurkával, valamint házias, kézműves termékek széles kínálatával várták a látogatókat. Több mint 10 üstben sült a friss homlós töpörtyű Palicson a Hagyományok téli fesztiválján. A jó töpörtyű kívülről ropogós, belül pedig omlós. Havatta be a titkos receptes tábunkat az egyik versenyző. Úgy, ez jó kérdés. Hagyományos házi töpörtyű az úgy készül, hogy szépen egyformára kell vágni, ez nagyon fontos, mert ha egyik kisebb, másik nagyobb, akkor nem egyformán fog kisülni. Oda kell nagyon figyelni, hogy le ne égjen,
Ez nagyon fontos, és az utolsó pillanatok is fontosak, hogy túl ne süljön az egész, minden lenne égjen véletlenül az egész. Szoktunk részt venni ezen a töpertűsütésen, amit úgy csinálunk, hogy megkapjuk a tízkét töpertűt, akkor egy kis víz bele, egy kis gáz, erre-arra elkezd sülni, mikor megsüssük, úgy addig, ameddig kopog, akkor levesszük utána, és akkor megyünk versenyre. Meglássuk, hogy hanyadikok leszünk, de nem érdekes, hogy hanyadikok leszünk, az érdekes, hogy részt veszünk az ilyesmiben, barátkozunk, iszogatunk, pálinkázunk, barazunk, és így tovább. Milyen helyezéseket értek el az évek során? Hát a helyi szervezet az elért már többször harmadik hely, második hely, mi még nem voltunk egyáltalán érmesek. Hát nem sikerült eddig még, majd lehet, hogy most sikerül. A látogatókat a helyi termékek kiállítása is várta, ahol nem csak töpörtyűt vásárolhattak, hanem igazi házi készítésű csiliszószt, kurkát, kolbászt és természetesen pálinkát. Ez egy hagyományőrző honfogláskori magyar viselet. És el szeretünk járni honfoglaló rendezvényekre, mink is hagyományőrzők vagyunk Moravicáról. Ezen a rendezvényen első alkalommal vagyunk itt. És miket hoztak? Íjakat, hagyományőrző ilyen íjakat, vesszőket, késeket, süvegeket, dobot, amiket csinálunk. Mind kézművesek is vagyunk, mind magunk csináljuk. A kiállítók közt adventi díszek, különböző formájú lucabúzák, horgolt, szőtt pokrócok, valamint kovácsolt szerszámok is várták a látogatókat. 65-ben kezdtem a szakmát tanulni, 68-ban megkaptam a diplomát. Hát jobban a díszeket, most mióta nyugdíjas vagyok, jobban a díszekkel vagyok elkeveredve, mert most úgy fogalmazom, hogy a szakmám a hobbim. És hát ilyen kézi munkát csinálok, díszkapukat, ilyen gyertyatartókat, kézműves késeket, szélszámot, ami eszembe jut, vagy amit kérnek az emberek. A fesztivál igazi közösségépítő, közösségmegőrző és hagyományápoló rendezvény is egyben. Az idén sikerült 8. alkalommal megszerveznünk a helyi termékek kiállítása, téli fesztivál, és ugye 8. alkalommal, mint ami az imént említettem, a tepertő sütő fesztivált, amit elkezdtünk csinálni, és ezt a hagyományt szeretnénk őrizni tovább is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mindig mellettünk áll, és ugyanígy tette ezt az idén is, és így 15 csapattal sikerült ezt a szép, hagyományos rendezvényt megszervezni. A szervezők célja a helyi jellegű ételek népszerűsítése, amellyel a környékbeli termelőket is segítik. Én azt gondolom, hogy egész a régmúltba visszamenőleg, hogyha megnézzük, akkor a hagyományőrzésről és a szokásoknak az ápolásáról, megőrzéséről és annak továbbfejlesztéséről szól a történet, hiszen télen a téli fesztiválok hagyományain ugye a disznótoroskodástól, a töpörtősítéstől, a kiállítóktól, az adventbe való készülődéstől kezdve egész a karácsonyi ünnepekig is újévig az ember egy olyan hangulatban van, és az emberek olyan hangulatban vannak, amikor a lelkét egy különös színfal öleli át, és a mai fesztivál is erről szólt. Itt összejött több mint 20 csapat, lelkesen, tepertű illattal látták el ezt a teret. 8. alkalommal szervezzük meg, de azt gondolom, mint ahogy mondtam, hogy dédapáink és dédanyáink már régen, mint kicsiket megtanítottak, hogy miről is szól ez a történet, és ezt a hagyományt tovább kell ápolni, és tovább kell adni a következő generációknak. A töpörtyűsütőverseny legjobbja a Vasutas és a Zorka helyi közösség, valamint Békova csapata lett. Második helyezést ért el Kisradonovác és a Makletes helyi közösség, valamint az IFI Fórum. Harmadik helyen pedig Hajdújárás, Nagy Radonovác, valamint Zorka helyi közösség nyugdíjas fórumon végzett. A zsűri külön díját a kelebiai csapat vihette haza. Ez volt már a közügyek, köszönöm szépen a figyelmüket. Holnap Loboda Árpád várja önöket hírháttér műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, és a továbbiakban is. További szép estét kívánok, viszontlátásra!